Galvás Mihály vagyok. Én 1998 őszén az önkormányzati választáskor, akkor csatlakoztunk a gyulai Fideszhez. Én azt mondom, hogy én egy második vonalban lévő, a szakmával foglalkozó személyként határoztam meg magam akkor is, és talán még most is. Önkormányzat munkájába a gazdasági dolgokat felügyeltem, átnéztem, ellenőriztem bizottsági elnökként. Tehát nagyon sok előterjesztés, költségvetés, végigveséztük, kritizáltuk, vitatkoztunk, veszekedtünk, ha valami nem stimmelt, tisztáztuk. Tehát fésültük a dolgokat, és a város az egy polgárváros. Ha nem úgy csináljuk a dolgunkat, akár baloldali, akár jobboldali, azonnal jött a visszaválasz, hogy gyerekek, hát nem erről volt szó. Tehát nagyobb kontroll volt a város lakosság részéről is. Most azt kell mondanom, hogy tudatosan úgy épült a rendszer 10 óta, hogy most már a város nem tud beleszólni, hogy mit csináljon, mennyiért csinálja, és a testület csak arra hivatott, hogyha a kivitelező azt mondja, hogy még kér hozzá 100 milliót, akkor a testület egy dolga van, rábólint és megnyomja, hogy 100 millió. Aki ezt nem akarja, az kívül találja magát. Tehát olyan kényszerpályán vannak régi fideszes képviselők, akik nem is tudnak kiszállni ebből a mókuskerékből, azt kell tenniük, amit előírnak nekik, és azt hívják meg, akit megmondanak a pályázatra, annyiért csinálja meg a kivitelező, amiért ő gondolja, nincs érdembe, aki ezt meg tudná kritizálni, és ha az ember ezt szóvá teszi, akkor a testületnél leszavazzák. Nem biztos, hogy jó egy jó képzett képviselő egy testületbe, hiszen kérdései lehetnek, és attól a jelenlegi vezetés az írtózik, ha valamit megkérdeznek, hogy miért. Más dolga nincs, csak megnyomni a gombot és kész. Tehát ilyen képviselők kellenek. A mostani polgármester emberileg is megbukott, mert nem így indult. Tehát 10-be olyan szerény gyerek volt, hogy fú, fantasztikus. Egy 10 centit nem lehetett, vagy egy forintot nem lehetett, mert hát akkor mit szólnak? Hát befagyasztotta a képviselő fizetéseket, nem, hát a város előtt a képviselő, hát. Én elég szégyennek tartom, hogy Gyulán pillanatnyilag erről kell beszélni, hogy vannak olyan gazdasági érdekkörök, akik nem tisztességesen, valószínűleg nem tisztességesen, nem a játék szabályok szerint nyerik és végzik a feladatukat. És ez asszisztál egy testület, jóhiszeműen vagy félelemből, ezt nem tudom, de a két alpolgármester és a polgármester úgy zárja a dolgot, hogy abba senki bele ne tudjon látni, és a frakció se beszéljen bele. Nagyon nehezen lehet megmagyarázni olyan dolgokat, hogy egy vállalkozó 90%-át nyeri az önkormányzati közbeszerzéseknek, és az elmúlt 14-től úgy gyorsultak fel az események, hogy hát mindent ő nyer, és ha kevés a pénz, akkor a város hozzátesz. Hát ez 49 munka, amiknél a futizó vagy egy másik saját cége nyert. Amikor a számok azt mutatják, hogy árbevétel arányosan a futizónak 16% árbevétel nyeresége van. Hát azért az építőiparban sok. Ha megnéztük az osztalékot a mérlegből, lehetett látni, hogy 16-17-18-ban 1 milliárd 60 millió forint osztalékot vettek föl, 14-15-ig 76 millió forint osztalékot vett fel csak a futizó. Tehát nagyságrendekben így megy föl, és amikor ezt párhuzamba állítom, hogy az előterjesztések minősége és a város által bepumpált pénz, és az a kettő szinkronba mozog, hát akkor a városban azt mondják, hogy 10% Görgényi, 20% meg a többinek, de abból is kap Görgényi. Ezt mondja a vállalkozó. És hogy megnézem a mérlegadatokat, a lehetősége megvan, hogy így felosszák a dolgokat. Mert hogyha egy 100 milliós munkához még hozzáteszünk 30 milliót, akkor már egy 10%-ot, 20%-ot igazán ki tudnak belőle szakítani. Tehát ez egy olyan folyamat, ami ha az ember nem figyel oda, akkor szinte észrevétlenül alakul ki ez a dolog, és amikor úgy mellé teszi az ember, hogy Csizmadia és Piskolti gyerekkori barátok Sarkadon együtt egy év folyamon voltak, általános iskolában, gimnáziumban, közös üzletei vannak, és az a Csizmadia 10-től külső bizottsági tabak közbeszerzéseknél, és amikor
a Csizmadia feleségének a testvére lesz a polgármesternek a felesége. Furcsává válik a kép, hogy itt már családi összefonódás is van, hiszen Csizmadia piskolti üzlettársa konkrétan. Tehát úgy óhatatlanul is úgy gyanúsá kezd válni a dolog. Profi módon intézik a dolgaikat. Sajnos a város szempontjából. Sosem mentem sajtóhoz, kifele nem panaszkodtam. A Fideszen belül próbáltam a dolgot úgy lerendezni, hogy az igazamért küzdeni. Ön ezt az anyagot elküldte a Fidesz vezetésének, Orbán Viktornak is. Igen. Milyen visszajelzést kapott? Orbán Viktor titkárságától azt a levelet kaptam, hogy átette illetékességből Kubatovnak, Kerényinek és Kovács Józsefnek. És akkor Kovács József, gondolom ő osztotta meg a városvezetőivel, mert Görgényi onnan tudja, hogy van egy ilyen anyag. Nem szólalok meg semmiképpen, nem azért, mert hát nyilvánvalóan ugye, hogy mint fegyőrsi képviselő, én a magam részéről a központi sajtó osztállyal tartom a kapcsolatot, és az ilyen magán jellegű kezdeményezéseknek én semmi értelmét nem látok. De gondolom véleménye azért csak van arról, amiket Galbács úr jelzett hibaként. Hát, véleményem van, de én ezt megtartom magamnak. Uh-huh. Akkor semmi közölnivaló nincs az ügyel kapcsolatban nyilvánosság számára. Nincs közölnivalóm, igen. Az se vett jó fényt rájuk, hogy ez a dolog kipattant. Nem tudták elfolytani. Tehát valami hibát ők elkövettek. Tehát a felső Fidesz vezetés szempontja, ők bűnösök. Mert nem tudták úgy intézni a dolgokat, hogy ez ne kerüljön ki a nyilvánosság elé. Mert én nagyon sokszor szerettem volna leülni, és akkor megbeszélni, hogy hogy, mint, belsőleg változtassa. Nem kell ezt végtelenségig. Belülről is tudtuk volna korrigálni. Nem, egyszerűen nem. Szóval se állnak. Magas tóról. Nem lenne szabad megengedni ezeket a folyamatokat. Nem sok változtatás kell. 2-3 embert kell kitenni, eltenni, arrébb tenni. Pici, nagyon picike változtatás. És akkor egy 30 ezer fős városnak a hangulata, a morálja megváltozna. De hogyha ezen nem akarnak változtatni, én pedig szeretnék, és úgy érzem, hogy nekem van igazam, akkor leadom a jelölőszelvényt, és függetlenként fogom megvívni a csatát. És tudomásul veszem, hogy nem léptek, de nekem lépni kell. És az milyen érzés önnek, hogy ezzel a döntésével? Szar érzés. Nagyon szar érzés. Higgy el. Nem jó. 21 év után most azt mondani, hogy rosszul csináltok itt helybe, a Fidesz, nagyon rossz érzés. Tehát ha valaki valamiért küzdött és hajtott, és akkor rájön, hogy hát mások is küzdöttek, hajtottak, csak közben elnehezült a zsebük, tele van arannyal, és akkor nem tudnak úgy velünk futni a csatába, tehát ők lehet, hogy nem a város érdekében tették meg azokat, hanem kiszámolták, hogy ebből mit lehet keresni. Az, hogy most ezen nem változtatok, 5 év múlva ugyanez lesz, csak még súlyosabb probléma. És ha ők azt mondják, hogy a párt érdeke az, hogy igenis így zajlódjanak a dolgok Gyulán? Nem mondhatja. Ezt nem mondhatja. És ez, gondolom ezért nem is szólnak semmit. Nem tudom, hogy most még Fidesz tag vagyok, vagy nem vagyok Fidesz tag. Én Fidesz tagnak érzem magam. A fő dolgokba nem lehet feladni az elveket. És ha feladják, akkor az már nem fideszes. Tehát ő nem fideszes, aki most ott van a pozícióban, és a várost vezeti. Tehát aki ilyen dolgokat megenged, az már zsoldos. Tehát annak mindegy, hogy milyen várat véd, ő zsoldos pénzért. Nagy csata lesz. Tehát tudatában vagyok vele, hogy de hát most mit csinálják?